A szevasztok adak. Rég jelentkeztem. Valakinek örömére. No mindegy. Megint bővült a család. Egy régóta vágyott gépre. Végre lett egy olyan gépem, ami akkor gyártódott, amikor én születtem. 1973-ban. Hát... Ez egy elég ritka gép. Mondhatnánk azt is, hogy talán a Husqvarna-nak az egyik legritkább gépe. De... Ahogy ezt kimondtam, tuti, hogy mindjárt fel fog bukkanni egy 4-5 darab ebből, meg mindenkinek lesz otthon egy ilyen. De nem baj, tényleg egy elég ritka gép, nem sok minden információt lehet róla találni, vagy hát lehet találni információt, fénykép nem sok van róla a neten. Hát ez egy 40 köbcentis gép, ugye mondtam, hogy 1973-ban adták ki, ez egy 140-es. Ugye ez egy professzionális gép, de hát abban az időben nem is volt más, minden gép professzionális volt, amit a nagy gyártók kiadtak. 2,6 lóerős. Több, hát ahol tudtam azért, vagy próbáltam utána járni, igazából azt mondják, hogy ez a világon az első olyan láncfűrész, ami láncfékkel volt megáldva, vagy láncfékkel volt ellátva, szóval magyarán ez volt az első olyan gép. Mindenki, elvileg ahogy néztem, 73-as Steelnél is akkor jelent meg, meg a Husqvarna-nál is akkor jelent meg, de általában a Husqvarna volt az első. De ezt rögtön megcáfolták, mert azt mondják, hogy a Jones Red 50-es volt az első olyan fűrész, ami láncfékkel volt ellátva, egy évvel korábban jelent meg. Szóval, hát most hiszünk, vagy nem. Valószínű, hogy nem ez volt a világ, hát nem tudom, mindegy. Ők azt mondják a sajtóanyagból, hogy a világon az első olyan fűrész. De ebből sikerült egy olyat vásárolnom, szereznem, ami nincsen láncfék. Szóval ez volt az első olyan gép, ami láncfékkel rendelkezett, de annak hűlt helye. Hát ezt is olvasgattam, hogy ez mitől lehet, aztán állítólag külföldi fórumokon, ugyan semmi nyelvtudásom nincsen, ezért a Google fordítóra hagyatkoztam, ott azt írják, hogy valóban ezen jelent meg a Husqvarna-nál, meg ugye összességében először ez a gép volt láncfékes, ugye kivéve a Jones Red 50-es, mert az rossz nyelvek szerint egy évvel korábban már láncfék volt rajta. De hogy ezt úgy promotálta a Husqvarna, hogy láncfékkel is rendelhető. Szóval magyarán az csak egy opció volt. Maga az alapgép az láncfék nélküli volt, de ennél a gépnél jelent meg először, hogy opcionálisan láncfékkel lehet rendelni. Na, hát ez Észak-Németországból jött, fönt északról, gondolom onnan kukázták valóban a Skandináviából, valahogy átkerült, nem mondjuk magánhirdető volt, de hát az ördög nem alszik. Igen szép állapotban van, ahhoz képest, hogy tényleg csak mocskokat találsz, nem is nagyon találsz belőle, vagy nem is nagyon találtam belőle eladót, de ami volt, az brutális rossz állapotban volt. Hát ennek is úgymond vannak hibái, de rohadtul elnéző vagyok vele, mert hogy ritka. Fényképpen lehetett látni, ugye, hogy megvan hajolva a kormány itt. Lehet, hogy hátulról, nem is tudom mondani, így jobb. Lehet látni, hogy meghajolt a kormány. Sajnos ez hozott magával egy másik hibát. Nem tudom, mennyire fog látszódni. Igen, itt. Ott lehet látni, hogy a blokkfélnek a gumibaknál a végét, gondolom, hogy a kormány megfelült, lepattintotta. Hát ezzel együtt tudok élni. És nem tudok mit csinálni. Most ezért eleve nehéz ehhez bármit is szerezni. De hogy most ezen blokkfelet cseréljek, az biztos, hogy nem fog. Vagy nem lesz, mert ez úgyse állandó használatban lesz ez a gép, szóval polcosnak nekem így megfelel, hogy ilyen ritka. Na, erre tudok kezdlekedtennem a kamerát, de szedjem a tetejét, igen. Szóval igen jó állapotban van amúgy. Nézzétek meg. Ja, hát meg még egy, ami szintén nem tudom, hogy fogok-e valahol orvosolni, az sajnos hiányzik a gyári kapcsolója. Mert ezen nyomógombos kapcsoló volt, szóval állandó gyújtásos, de olyan volt a kapcsolója, mint a szivatója. Mindjárt leszedem a légszűrőt.
Szóval, látjátok itt a szivató, itt a szívó, a légszűrőnek a tartójába megy bele, és ugyanúgy megtalálható ez a túloldalt is, és elvileg oda megy bele egy kapcsoló, mert régi fotókon, amiket találtam, ilyen hosszú, fekete nyomógomb van rajta, és tulajdonképpen úgy állítod le a gépet. Hát erre a német már ide rákókányolt egy kapcsolót, hát ha egyszer talán belefutok egybe, akkor lesz, ha nem, hát akkor nem. Szóval, hát ilyen. Nézzétek meg, hogy milyen érdekesen van itt a gyártya. A kábel is onnan előről jön. Még a gyári berántó. Szóval gyári lap. Láncot pászt, azt raktam rá egyet. De ez a gyári lapja. Egész jó pofa, szóval egész jó állapotban van. Takarítás ráfért. Nem volt annyira koszos, meg ugye Joe bácsihoz kivittem egy. Ezért nézzen rá. Állítsuk be. Még egy karburátor felújító szett, az kellene hozzá, de egyelőre jön, megy, közlekedik. Az volt a lényeg, hogy ugye valahogy próbáljunk bele életet lehelni. Mondjuk úgy írták, hogy jön, megy, közlekedik, szóval működik, és valóban működik. De hát azért ugye átnéztük. Mi van még vele, ami úgy... Amúgy más nem nagyon volt vele. Ez. Hát ugye az a blokk az ott törött. Meg ugye a gyújtás kapcsoló az, ami igazából kellene hozzá. Más nem nagyon. Meg ugye hát egy membrán szett. Na, szóval visszatérve, igazából az volt a lényeg, hogy működjön, mert ez, ha nem működik, akkor most nem azt mondom, hogy lehetetlen, de szinte lehetetlen életet lehelni bele, mert nem volt utódmodell. Volt a 140, 240 és kész, kifújt. És onnantól fogva ezt a történetet nem folytatta tovább a Husqvarna, szóval ha itt valami baj van, akkor nagy a baj. Akkor ajtótámasz vagy papírnehezék. Szóval ezért kellett mindenféleképpen egy olyan, ami működőképes. Hát ez lett. Na, én nagyon örülök neki, szóval tényleg. Akkor született, amikor én. Hát ilyen. De mondom, ahhoz képest különben 47 éves, mint én. Szóval ahhoz képest igazából tök jó állapotban. Joe bácsi még túrt nekem hozzá egy fékes deklit. Vagy deklit. Hol is van? Csak félek, hogy ez. Szóval van hozzá egy fékes dekli. Egy vadi új. Csak szerintem ez már a 240-esé. Mert ugye ennek már süllyesztett a deknihez a matricája. Ezeken meg még nem volt matrica. Gyárilag se, és teljesen sík a dekni, ez valami fékes. Az is valószínű, hogy nem matricás. Szóval szerintem ez egy 240-esnek a dekni. Mindegy, van hozzá, szóval ha akarnám, akkor fékes is lehetne. Tessék, most már fék is van rajta, de az nem korhű. Jó, hát mondjuk ezen már a kapcsoló se az. De azt még lehet, hogy majd valahogy egyszer csak orvosoljuk. Na, beröffentjük, mit szóltok? Hú, füstöl, mint az állat. Megpróbálom beindítani. Elég makrancos. Meg tele fog itt baszni minden füste. Nézzük, gyújtás, szivató, felegáz. Vissza. Jó, ezt kivisszük, mert nagyon füstöl. Nem
füstölök oda be. Na nézzük. Telegáz. És megszoktam, hogy nem volt benne benzin. De ebben van. Lehet, hogy az öreg nem indul. Házi szúnyogírtás? Hát egy kis füst. Na ilyen a füsti fecske. Szúnyogírtó. Na, hát mondom, hogy makrancos, de indul, jön, megy, közlekedik. Felsír. Szóval igazából ebből ennyi elég. Mert igaz, van öregebb gépem, ami még talán ennél is jobban működik. Könnyebben indul, ugye a L65, L77-es sorozat az igazából. Raszki, bármikor oda megyek, rányulok, és azok olyan jól indulnak, hogy az valami hihetetlen. Hihetetlen. De hát ez volt az álom. Ez volt az álom. Hogy egy ilyet tudjak szerezni. Hála Istennek sikerült. És kurva, de olyan véletlen volt, hogy nem igaz. Mert elmentünk megnézni a csapattal egy bizonyos fűrészt, egy sráchoz, aki Svédországban dolgozik, és akkor, amikor hazajön néha fél évente vagy évente, akkor hoz haza fűrészt és eladogatja. Ugye csak patikákat, meg minden. És pont hazafele beszélgettünk, hogy mondjuk még én is megvettem volna azt a fűrészt, de mondom, egy 140-es az nekem sokkal jobban kéne, mint az a bizonyos fűrész. Azt, aki velünk volt, az Attila, mondom, megmutatom neki, hogy mondom, nagyon lehet találni. Épp mutattam a Karliknak, hogy Karlik Attilának, hogy nem nagyon lehet ilyetből szépet találni, de hogy van fönn az eBay-en egy borzalmas állapotú. Mondom, már azon is gondolkodtam, hogy azt megveszem, azt majd lesz valami. Erre meg akarom neki mutatni a fényképet, és papám, szembe jön ez velem, rögtön első hirdetésnek ez dobja föl. Hú, mondom, hát akkor ez kell bármi áron. Hát, igen, nem volt olyan veszélyes, de azért na, de hát ritka. Ritka. Sőt, annyira ritka, hogy néztem ilyen ugye külföldi fórumokon, fordítgattam le, hogy miket írnak róla, és például Amerikában, most Amerikában van egy eladó, de nem is hirdetik, hanem valami srácnak van. Nem bontatlan, de szinte nem volt használva, úgy mondták, hogy elfelejtett fűrész volt, és $1000 kérnek érte. Ki is volt borulva, volt mindenki abban a fórumban, hogy
$1000 kicsit horror, de hát végül is ha valakinek ez az álma, ezt szeretne, akkor végül is bármit kérhet, megkérhet érte az eladó, mert ugye kifizeti az ember. Na, hát ez van. Jött még mi jött még? Ja, hát még kettővel bővült ezen kívül a család, de hát az majd egy külön videó lesz. Két termék. Hát persze szintén Husqvarna. A másiknak is lesz egy érdekes története végül is. Ennek azt mondani, hogy végül is egy kurva nagy, hát szerencse volt persze. Rájöttem, hogy itt nincs az, hogy mindenki mondja, hogy az azért ennyi, mert ilyen már nem lesz lófaszt. Mindig felbukkan, várni kell. Egyszer csak úgy is felbukkan egy fűrész, olyat, amilyet szeretnél. Nincs az, hogy már nincs. Tuti, hogy valahol van, valaki egyszer megúnya, vagy eladja, vagy ne adj Isten elnézést, hogy így fogalmazok, de meghal és kiárulják az örökösei, vagy akármi. De mindig fog felbukkanni valami. Na, hát ez a 140-es. Örülünk, Vincent. Nézzétek meg a gyönyörűség. Fame Duckley. Gyári kupakolók. Mindene. Úgymond csacsi ragyi a korához képest. És 2,5 lóerő, kérem szépen, azért az... Jó, már biztos elszaladt belőle pár pacogó. De mondjuk, amikor tisztítottam, hogy a kipufogót leszettem, és... Nagyon jól néz ki. Semmi csík, semmi izé, kox felhordás, szép a dugó, szép a henger. Szóval látszik, hát ugyan látszik is, hogy nem használták túl sokat, szóval valószínű, hogy ezért is maradt meg. Egyedül ez egy kicsit idegesít, meg hogy az ott el van törve, de 140-es, 73-ból, mint én. Ennyi. Na, búcsúzom. Úgyis rég jelentkeztem már, ezt majd teszem föl. Holnap megjövök a következővel. Aztán, ha vasárnap lesz időm, akkor a következővel. Minden napra megint van valami. Jó, na. Örültem, hogy örültünk. Mindenkinek jó videózást. Gyönyörködjetek benne ti is. Csudelláros, nem? Kis méregzsák. Vágni is kéne majd valamikor vele. Szerintem... Ugye lesz augusztus 22-én Attiláéknak a motorfűrészes, amatőr motorfűrészes találkozó. Hát majd ott kipróbálom. Csak lesz ott ilyen vékony fa, amiben ezt is bele tudom ereszteni. Kipróbáljuk. Ezzel még úgyse vágtam. Na, hát aki eljön, az ott lesz, aki nem jön el, az majd a videót megnézi. Mindenkinek jó pihenés, jó nyaralás. Remélem nagyon sokan ezen a héten voltatok nyaralni, mert rohadt meleg volt. Na, további szép napot. Azt majd jövök újra holnap. Na, szevasztok. Púcsó innen a 140-essel.